Oroszország ukrajnai inváziója egyre több kárt okoz Moszkvának, és a jelek arra utalnak, hogy a háború visszatért oda, ahonnan indult, mondta Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök vasárnap esti videóüzenetében. Minél tovább tart az orosz agresszió, annál nagyobb károkat okoz magának Oroszországnak, hangsúlyozta az ukrán államfő. Zelenszkij egyúttal aggodalmát fejezte ki a zaporizsiai atomerőművel kapcsolatos biztonsági kockázatok miatt. Véleménye szerint még mindig nem elégséges nemzetközi figyelem irányul az erőműnél fennálló orosz fenyegetésre. Zelenszkij elmondása szerint a nemzetközi közösségnek konkrét lépéseket kell tennie azért, hogy megakadályozzon bármiféle sugárzási incidenst. Ukrajna attól tart, hogy az oroszok szabotázsra készülnek az atomerőmű ellen. Fontos, hogy továbbra is támogassuk Ukrajnát, mivel a hétvégi oroszországi események azt mutatják, hogy a háború megtöri az orosz katonai hatalmat, és jelentős befolyással van a politikai rendszerre is. Jelentette ki Josep Borrell, kül- és biztonságpolitikáért felelős uniós főképviselő hétfőn reggel Luxemburgban. Borrell az uniós tagállamok külügyminisztereinek tanácskozására érkezve hangsúlyozta: nem jó, amikor egy akkora atomhatalom, mint Oroszország, a politikai instabilitás közelébe kerülhet. Véleménye szerint a Wagner orosz fegyveres csoport szombati lázadásából azt a következtetést lehet levonni, hogy az orosz politikai rendszer törékeny és katonai ereje megroppant, emelte ki Borrell. Az uniós főképviselő a hétfői külügyminiszteri tanácskozás napirendjét ismertetve reményét fejezte ki az európai békekeret Ukrajnának szánt újabb 3,5 milliárd eurós támogatásának jóváhagyásával kapcsolatban. A találkozón szó lesz egyebek közt a Koszovó és Szerbia közötti feszültségről és az Európai Bizottság azon javaslatáról, amely 1 milliárd euró segélyt irányoz elő Tunézia számára, főként a migráció kezelésére. Emmanuel Macron, francia államfő szerint a Wagner orosz fegyveres csoport lázadása rávilágított az orosz táboron belüli megosztottságra, valamint a hadsereg és az azt kiegészítő erők törékenységére. A La Provence című francia regionális napilap internetes oldalán vasárnap este megjelent interjúban a francia köztársaság elnöke jelezte, hogy szombaton óráról órára követte az oroszországi eseményeket, együtt Franciaország legfőbb partnereivel, és kiemelte, hogy a helyzet továbbra is változik. Mindez nagy óvatosságra kell, hogy intsen minket, és teljes mértékben igazolja azt a támogatást, amelyet az ukránoknak nyújtunk az ellenállásukhoz, mondta a francia elnök. Litvánia NATO keleti szárnyának megerősítését kéri. A Wagner orosz fegyveres csoport szombati lázadása és az alapító Jevhenyi Prihozsin fehér oroszországi számüzetése miatt, közölte vasárnap Gitanas Nauseda litván elnök a balti állam biztonsági tanácsának ülését követően. Ha Prigozsin vagy a Wagner csoport egyes egységei tisztázatlan tervekkel és szándékokkal fehér oroszországban kötnek ki, az csak azt jelenti, hogy meg kell erősítenünk a keleti határaink védelmét, jelentette ki a litván elnök. Nauseda hangsúlyozta, hogy a legutóbbi fejlemények nem csak a fehér Oroszországgal határos Litvániára, hanem az egész NATO-ra hatással lesznek. Közölte, hogy a balti ország fokozni fogja hírszerzési tevékenységét, hogy további adatokat gyűjtsenek fehér Oroszország politikai és biztonságpolitikai viszonyairól. A litván elnök hétfőn fogadja Jens Stoltenberg NATO főtitkárt Vilniusban. A találkozó témája a júliusi NATO csúcs előkészítése. Stoltenberg Boris Pistorius német védelmi miniszter társaságában részt vesz majd a Greifsturm 2023 fedőnevű hadgyakorlaton is a fehér orosz határhoz közeli Pabradejban. A londoni Ukrajna helyreállításáról szóló konferencián mintegy 60 milliárd dollár gyűlt össze az ország helyreállítására, jelentette Bedenis Mihály ukrán miniszterelnök Facebookon, tájékoztatott az Ukrinform.
A múlt hét a londoni Ukrajna helyreállításáról szóló konferencia jegyében telt, ahol olyan gyakorlati eredményeket értünk el, amelyek erősítik ellenálló képességünket és felgyorsítják az újjáépítést. A helyreállításhoz összesen mintegy 60 milliárd dollár összegű pénzügyi forrást sikerült bevonni, írta a kormányfő. Schmihal közölte, hogy a konferencia során az EU 50 milliárd euró összegű 4 évre szóló támogatást jelentett be az államháztartási hiány fedezésére és a rekonstrukciós projektek finanszírozására. Emellett Nagy-Britannia a következő 3 évre 3 milliárd fontot különített el Ukrajna számára. A miniszterelnök hozzátette, hogy a konferencia során megállapodás született egy közel 2 milliárd dolláros segélycsomagról a Világbank részéről a szociális kifizetések finanszírozására. Ezzel párhuzamosan számos ország hirdette meg pénzügyi segélyprogramját. Az USA 1,3 milliárd dollárt biztosít a közlekedési infrastruktúrára, a digitalizációra és az energetikai ágazat támogatására. Németország közel 400 millió eurót biztosít többek között aknamentesítésre, Svájc 1,5 milliárd frankot különít el a középtávú támogatási program keretein belül. A kormányfő elmondta, hogy a konferencia során az Európai Beruházási Bank új projektet jelentett be Ukrajna újjáépítésére 840 millió euró értékben, az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank pedig 60 millió euróval támogatja a Naftogaz, Ukrenergo és Ukrhidroenergo ukrán energetikai vállalatokat. A partnerek egy 4 éves IMF programon belül közel 15,5 milliárd dollár értékű támogatást nyújtanak Ukrajnának. Schmihal hangsúlyozta, hogy a partnerek továbbra is pozitívan értékelik az ukrajnai reformok dinamikáját, nem vonják kétségbe országunk európai kilátásait, és támogatják azt az elképzelést, hogy a befagyasztott orosz vagyont Ukrajna újjáépítésére használják fel. Ukrajnában július 1-től emelkednek a kommunális szolgáltatások díjai, megrágul a benzin az adó visszavezetése miatt, és megérkeznek az első emeldíjas villanyszámlák is, számolt be az rbk.hu a hírportál. 2023. június 1-től Ukrajnában jelentősen megdrágult a villamos energia. A lakosságnak jelenleg 2 hrivnya 64 kopeket kell fizetnie kilovattonként, függetlenül a fogyasztás mennyiségétől. Csak az éjszakai tarifák villanyórával rendelkező fogyasztók rendelkeznek némi kedvezménnyel. Számukra a szolgáltatás költsége 23 és reggel 7 óra között 1 hrivnya 32 kopek kilovattonként. Július 1-től emelkedik az üzemanyagára is, ugyanis az összes kőolajtermék áfája 7%-ról 20%-ra emelkedik. A benzin jövedéki kulcsa 1000 literenként 213 euró, a gázolajé 139,5 euró, az autógáz pedig 52 euró szinten marad. Henegy Repcev, a pszichés speciális projekt igazgatója, az rbk.hu a hírportálnak adott nyilatkozatában elmondta. Becslései szerint a kedvezmények eltörlése miatt a benzinára a töltőállomásokon átlagosan 12 hrivnyával emelkedhet majd literenként. A gázolajára 10, az autógázé pedig 5 hrivnyával. Elmondása szerint a benzinára átlagosan 57 hrivnyára, a gázolajé 54 hrivnyára, az autógázé pedig 27 hrivnyára emelkedhet literenként. A szakember ugyanakkor úgy véli, hogy az üzemanyag áremelkedés nem lesz meredek és egyforma lesz minden benzinkúthálózat esetében. Mindemellett fennáll annak a lehetősége, hogy a parlament megtagadja a háború előtti adók visszaállítását, mivel ebben a kérdésben még nem született konszenzus. Tiszacsomán 106 sírt tártak fel. A KMKS hagyományosan június második felében megemlékezést szervez honfoglaló őseink tiszteletére a Tiszacsomai Emlékparkban. A régészek a település határában egy több mint 1000 éves 108 sírból álló honfoglaláskori temetőt tártak fel. Ennek helyén létesítettek emlékparkot 1996-ban a KMKS kezdeményezésére. Erről Rácz János, a KMKS helyi alapszervezetének elnöke beszélt. Nagy megtiszteltetés, szimbolikus és örömteli számomra. Ezt követően Bacskai József, ungvári főkonzul köszöntötte az egybegyűlteket. A mai napon
itt a Csomai emlékhelyen a kárpátaljai magyarság egy méltóságteljes ünnepséget szervezett meg. Ez a háború napjaiban zajlott ez az ünnepség, annál is inkább fontos számunkra, mindannyiunk számára ez az ünnepség, mert láthatatlan hidak kötik össze az anyaországot és Kárpátalját. Az anyaországot és Ukrajnát. Közös történelmi múltunk van, közös jelenünk van és közös jövőnk lesz. Magyarország az Európai Unió tagjaként, a NATO tagországaként a háború első napjától segítette Kárpátalját, segítette Ukrajnát, és ezt a segítséget, ezt a humanitárius segítséget változatlanul fent kívánjuk tartani. Sin József, a KMKS Beregszászi járási szervezetének elnöke beszédében hangsúlyozta. Fontos, hogy a kárpátaljai magyarok megmaradjanak szülőföldjükön, hiszen ez a temető, ez az emlékhely is bizonyítja, a gyökereink ide kötnek bennünket. Minden ember életében van egy olyan pillanat, amikor biztosan feljön, feltöremlik benne ez a kérdés, hogy hát ki is vagyok én, honnan jöttünk és mit akarunk itt. Úgy gondolom, ezek nagyon fontos kérdések, amire választ kell kapni. És ma minden egyes embernek bármilyen közegbe is éljen, tanítson, munkálkodjon, gondolni kell arra, hogy az utódainak elmondja azt, hogy kik vagyunk és honnan jöttünk, és azt is, hogy merre tartunk. Hát a magyar nép történelme is, hagyatéka számukra rendkívül fontos. Egyébként a magyar mindig befogadó nép volt. De ez kölcsönösen gazdagítottuk egymást a zavarokkal, kunokkal, jászokkal, szarmatákkal és sok más néppel, de ők eltűntek a történelem színpadáról. Ez is mutatja azt, hogy a magyarság túlélő nép. Számtalan csapást kellett elérnünk az államalapítástól, a kereszténység felvételétől. Több birodalom is uralkodott rajtunk, de lám mégis itt állunk. És 2010. május 31-e után pedig még nagyobb önbizalommal, nagyobb tetrekészséggel jövünk ide és állunk itt, hisz ma mindenki tagja lehet az egységes magyar nemzetnek, bárhol is éljen a világon. Úgy látom, hogy a sorstársaink élnek is, szeretnének is élni ezzel a jogukkal, és így erősíteni a nemzetünket. De a legfőbb dolog az, hogy mi jó helyen állunk, és valóban mindig ide el kell jönnünk. Ez az, hogy itt előttünk Árpád vezér és Szent István szobra alatt, mellette a honfoglaló őrségünk csontjai vannak, ami mutatja a bizonyosságot, hogy ez nem kitalált dolgok, legendák, mitoszok, hanem ez a mi történelmünk. A rendezvény zárásaként a résztvevők elhelyezték a tiszteletkoszorúit a honfoglalási emlékműnél, valamint Árpád vezér és Szent István király szobránál. Szolgálattevők reménysége címmel szervezett hálaadó csendes délutánt a Kárpátaljai Református Egyházkerület. Az alkalomnak a Nagypaládi Református templom adott otthont. Az egyházkerület megalakulásának 100. évfordulója méltatása keretein belül megtartott rendhagyó hálaadó istentiszteleten az egyház misszió vezetői számoltak be az elmúlt 30 év eredményeiről. Egy hálaadó alkalom, 100 éve kényszerültünk külön egyházkerületté a mi kis magyar közösségünk itt Kárpátalján, és az az ötlete támadt, nem tudom kinek, talán a missziói bizottság tagjainak, hogy legyen egy olyan alkalom, amikor visszatekintünk arra a 30 esztendőre, amit úgy félig meddig szabadságban élhettünk meg, mindenképpen az evangélium szabadsága a miénk, és köszönjük meg a szolgálattevőknek, és lássuk, mutassuk meg azt, hogy valójában az egyház milyen munkaterületeken tölt be küldetést. És így a mai napon nagyon sok munkaterület mutatkozhatott be, nem mind, mert csináltunk egy kis különválasztást, de azok a missziók, amelyek a lélekmentést végzik, azok itt ma felsorakoztak, és több olyan
szolgálati terület van, ami már 30 éves vagy 25 éves, és mindezeket úgy köszönjük meg, hogy a jövőt is kérjük a mindenható Istentől, hogy legyen a gyerekektől, a legidősebbekig, a kórház misszióig lehetőség szolgálni, és legyen, aki hirdesse az evangéliumot, legyen, aki szolgáljon. Talán voltunk megfásulva, megkeseredve, de valahogy Isten megtart. Jól látni azt, ahogyan emberek beszélnek a saját szolgálati területükről. Örültünk annak, hogy mindenki elfogadta a meghívást, és nagyon hálásak vagyunk azért, hogy ennyiféle módon szolgálhatunk az emberek felé, és engedelmeskedhetünk ebben az Istennek. Nekünk külön öröm az, hogy a Kárpátaljai Református Egyház ennyiféle missziót tudhat magáénak. Hadd mondjam azt, hogy nem tudatosan alakult ez így, hiszen nem mindig volt megtervezve az, hogy mikor, hol és hogyan jön létre egy-egy missziós ágazat, de mégis amikor lehetőség nyílott rá, akkor megtaláltuk a szolgálattevőket, megtaláltuk azokat az embereket, akik ebben szívesen, örömmel részt vesznek, és az látszik ezeken a szolgálatokon, hogy kit-kit Isten a maga helyén megáldott. Margitics János, a Beregszászi Református Gyülekezet lelkipásztora, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola ifjúsági gyülekezetének vezető lelkésze kiemelte. Jó leső érzés hallani és látni, hogy a szolgálattevők szeretettel és odaadással végzik dolgukat. Mi itt Kárpátalján ebben a maréknyi magyarságban reformátusként egy nagyon nagy áldásnak vagyunk a részesei, mert különböző kisebb, nagyobb szolgálatokon keresztül emberek kiutat találnak a mindennapjaikba. Ez nem kis dolog, ez egy óriási jelentőséggel bíró tényező, és ez a mai nap ebbe állított meg minket, hogy nézzünk körül, hallgassuk meg egymást, hány és hány frontja van annak a szolgálatnak, amit a református egyházon keresztül az Isten elvégez. Mert bármit is teszünk, én a fiatalok közt, a kórházmisszióban, a cigányok között, ezt mind-mind egy Isten indítatás indította be, és hajtja végre. És nekem is nagyon jól esett hallani és látni, hogy a testvérek más-más posztokon milyen nagy odaadással és szeretettel végzik a dolgukat. Barta Attila a több mint 20 éve megalakult Kárpátaljai Református Ifjúsági Szervezet elnöke elmondta, az az álma, hogy a mai fiatalok a jövőben szolgatársai legyenek. A Református Ifjúsági Szervezet immáron 21 éve működik, és a küldetése missziót folytatni a fiatalok felé, hogy megismerjék az Úr Jézus Krisztust, és elfogadják személyes megváltójuknak, és szolgáljanak ők maguk is a maguk helyén, akár egy ifiben, gyülekezetben. Az a korosztály, amelyik itthon van, ez a tinédzser korosztály, 14, 15, 16, 17 évesek, ők aktívak. Tehát ha meghirdetünk egy programot, akkor ott vannak, eljönnek, nagyon sokszor találkozunk azzal, hogy túljelentkezés van. Most azt látjuk, hogy közülük kell majd kinőni annak a szolgáló csapatnak, aki be tud állni mellénk a jövőben. Tehát akkor van utánpótlás? Azzal a reménységgel vagyunk, hogy igen, mert úgy látjuk, hogy szomjaznak az igére, eljönnek, hallják az evangéliumot, és azzal az imádsággal vagyunk Isten felé, hogy ők, akik hallják, tudjanak engedelmeskedni neki, és egykor majd szolgatásainkkal legyenek, hiszen valamikor én magam is a Krisztben hallottam meg Isten hívó szavát, és most azokkal együtt szolgálhatok, akik valamikor felém szolgáltak. Most nekem is az az álmom, hogy azok legyenek szolgatársaim a jövőben, akik felé Isten kegyelméből a mai napon mi is szolgálhatunk. A Kárpátaljai Református Egyház kiemelt figyelmet fordít az elesettek, a fogyatékkal élők megsegítésére. Mennyhárt István, mezővári lelkipásztora, a speciális igényű gyermekek támogatását célzó missziókról számolt be.
2012-ben indult be ez a munka Kárpátalján, a Kárpátaljai Református Egyházban. Jelenleg két intézményben, Mezővári Ne Felejts Rehabilitációs Központban, illetve az Élim Hetyeni Református Napközi Otthonban folyik ezekkel a gyerekekkel a gyakorlatilag mindennapi foglalkozásunk. Mezővárban jelenleg 35 gyerekünk van, illetve Hetyenben 27 gyerek. Tehát gyakorlatilag egy ilyen 66 gyerekkel foglalkozunk. Bizonyos mértékben kihívás, ezeket a gyermekeket meg kell érteni. Nekünk van egy nyelvezetünk, egy kommunikációnk, amit mi bejáratott módon használunk. Feléjük egy kicsit más az út, és az a szolgálat, az nem lehet egy átlagos szolgálat, mint ahogy az egészséges emberekkel. Én inkább mondanám azt, hogy ők speciális igénnyel rendelkező gyermekek, akikhez valójában sikerült megtalálni az utat, mert a szeretetet megértik, a szeretet nyelve az, ami mindenféle nyelven, még ha nem is beszélünk, akkor is érthető. A Református Egyház cigány missziója 1993-ban alakult meg, nyugalmazott Horkai László püspök kezdeményezésére. Balogh Sándor, a nagydobronyi, tiszaágteleki és dimicsői cigány gyülekezet missziós lelkésze céljául a cigány közösség felzárkóztatását tűzte ki. Igazából a cigány misszió, mint református egyház missziója 1993-ban kezdődött el, amikor nyugalmazott Horkai László püspök úr, aki Szernyei helyi lelkészként szolgált, egy temetés, egy cigány idős embernek a temetése után hazament a családnál, és leültek, és elkezdte vigasztalni a családot. Bekapcsolódott hozzá Szabó Dániel is, a Magyarországi Presbiter Szövetség elnöke, és akkor így indult el a biblióra. Tulajdonképpen az emberek ültek az ablakba, a padlókon, mindenfelé csüngtek a gyerekek, mindenki kíváncsi volt az evangéliumra. Így indult el az evangélium, és hát, mint a fa, szerte ágazóan elkezdett gyökerezni. Aztán elindultak a megtért cigányok szekerekkel, és meglátogatták a környék falvait, ahol a roma telepek voltak. Így Nagydobrony, Kisdobrony, Tiszáktelek, Dimicső, Strabicsó a környéken, és hát tulajdonképpen így elindult Munkács, Gát, Vári, Beregszáz, és az összes többi településeken elindult egy ilyen evangéliumi munka folyamat. Felismertük, hogy nagy szüksége van ennek a népnek, ennek a kultúrának a tanulásra. És hát megpróbáltuk úgy egybe szerkeszteni az egész evangélium hirdetésünket, mint misszió munkát, hogy a hit mellé tudást ragasszunk, és hát a felnövekvő nemzedéket ugye tanítani kell. Kezdetben csak egy kis énekre, imádságra neveltük a gyerekeket, de később láttuk, hogy írni, olvasni kell tudni. Nagyon örül a lelkem, amikor ott látom a családokat a templomba, és megújulás van, el tudom mondani, hogy Kárpátalja szerte a cigány közösségekben megújulások vannak. Pál Sándor, a Te is segíthetsz támogató alapítvány kuratóriumi elnöke, közel 20 éve működik együtt a Kárpátaljai Református Egyházzal. Véleménye szerint nagy szükség van a szolgálattevők munkájára. Az elmúlt pár évben talán nincs is olyan misszió, akikkel nem működtünk volna valamilyen mértékben együtt, szinte mindegyikkel mindig voltak programjaink, és lesznek, és vannak most is, és ebben ez a csodálatos, hogy Kárpátaljára úgy jönni, hogy tulajdonképpen az egyházkerület segítségével, püspök úr és a szolgálattevők segítségével az ember mindig tudja, hogy mi az a célirányos gyűjtés, amit meg kell tennünk, és utána mi az, amit ha hozunk, akkor hová vigyük. Tehát ez egy nagyon különleges érzéssel tölt el engem is, és az alapítványnak is nagyon jó dolga, hiszen bármikor, bárhová indulok, érkezem, mindig tudom, hogy mit hozzak, mit vigyek, aztán azt mindig kiegészítjük még plusz valamivel, de tulajdonképpen megkönnyíti nagy mértékben a helyzetünket, és ezt látják otthon is az adományozók, hogy általában a megkapott különféle javak, jussok, azok mindig a lehető legjobb helyre kerülnek, hiszen itt nagyon sok, több száz ember van, aki segíti ezeknek az igazi célba jutásnak, ezeknek az adományoknak igazi célba juttatását. Aki évtizedeken keresztül végez.
A hálaadó alkalom végén 70. születésnapja alkalmából köszöntötték Szehlánik Irént, aki 30 éve odaadó és hűséges szolgálattevője a nagyszőlősi református kórházi missziónak. Kora reggel a toroszkói Tóbiás vendégház udvarán gyülekeznek a kárpátaljai hazajáró honismereti és turista egylet tagjai, akik már izgatottan várják, hogy nekivágjanak az 1129 méter magas székelykő meghódításának. A vidék meseszerű, a kicsiny falu fölé magasodik a hatalmas, sziklaperemes, tiszteletet parancsoló hegy. Több irányból is meg lehet közelíteni, ám a kárpátaljai hazajárók a legnehezebb útvonalon indulnak el. Egy laza terepen érik el a hegylábát, majd ezt követően érkeznek a szinte végig meredeknek mondható hegymászás részhez. A kezdeti nehézségeket azonban hamar leküzdve alkalmazkodnak a sziklás terephez, melyhez elengedhetetlen a stabil, kényelmes túracipő. Székelykő oldalában állunk, hátam mögött is nagyon jól látszik, hogy egyre jobban nyílik ki a táj. Ami nem látszik, az az előttünk lévő szakasz, hiszen a faluból mintegy 700 méter szintkülönbséggel érkezünk meg. Ez egy nagyjából 2 órás, folyamatos, pihentető, szakaszok nélküli jó kis kaptató. És hát így érjük el majd a Székelykő csúcsát, ami valóban egy nagyon-nagyon régen áhított, vágyott helyszíne. Programja most már az egyesületünknek. Nekünk, magyaroknak ugye vannak olyan szent helyeink, mint a Madarasi Hargita, mint otthon Kárpátalján Verecke, és én ezt a Székelykövet is ide sorolom ezek közé. A kisebb pihenőkkel teletűzdelt mászás során egyre inkább távolodik a falu és közeledik a varázslatos természet. A folyamatos emelkedő miatt a csapat alakzata megnyúlik, a teljesítménytúrázók a csoport elejére, míg a nézelődős, megmegállós tagok a végére kerültek. A tüdőt és a lábakat sem kímélő mászást követően a csúcsra érve szemet gyönyörködtető kilátás fogadja a túrázókat. Hasonló Kárpátaljához, de más az íze. És a hazajáró csapat, ugye első alkalommal vagyunk Erdélyben, voltunk már Bánkság, Bükk, többször voltunk külföldön, de ez az első alkalom, hogy Székelyföldön vagyunk. Szerintem a csoport minden egyes tagjának tetszik ez a kirándulás. Toroszkó fentről még kisebbnek tűnik, így szemmel szinte felfoghatatlan, hogy madártávlatból láthatják az őket vendégül látó települést. A kárpátaljai hazajáróknak minden csúcs meghódításánál komoly hagyományaik vannak. Az egylet zászlajára is felvarrott Vas Albert idézetet közösen mondják el, majd eléneklik nemzeti himnuszunkat és imával adóznak Isten előtt, hogy sikeresen teljesítették a túrát. A háború kitörését követően az egylet egy időre felfüggesztette tevékenységét. A fél éves kényszerszünet még inkább ráébresztette a tagokat arra, hogy mekkora űrt tölt be a szervezet a helyi magyarság életében. Simon Rita nemrégiben másodmagával 800 kilométert tett meg 25 nap alatt. Végig zarándokolták ugyanis a Szent Jakab utat. A rengeteg őt ért élmény ellenére is úgy véli, hogy a hazajárós túráknak nincsen párja. Nemrég jöttem haza az El Caminóról, de meg kell, hogy valljam, hogy ezzel a társasággal mindig jobban érzem magam, és már hiányoztak a saját hegyeink. Bár most Székelykőn vagyunk, azért a Kárpát-medence azt a miénknek, a sajátunknak érzem, úgyhogy nagyon örülök, hogy újra itt vagyok a hazajárókkal, mert igazából ők voltak azok, akikkel elindultam túrázni, és megszerettem a túrázást, úgyhogy ezért mindig is hálás leszek nekik, és nagyon jó érzés a kárpátai hazajáró egylettel túrázni, mert ez a csapat, hogyha együtt vagyunk, akkor mindig jó hangulat van, mindig jó a társaság, és velük érzem igazán itthon magam, bárhol is legyünk. Ahogy minden hasonló szervezetnek, így a kárpátaljai hazajáró egylet számára is nehéz a jelenlegi időszak. De a leghűségesebb tagtársak állandó jelenléte mellett az is bizonyítja a szervezet létjogosultságát, hogy a háború ellenére is csatlakoznak hozzájuk új tagok. A 2008-as évtől cserkészkedem, és a cserkészettel
keretem belül ismerkedtem meg először a gyönyörű szép tájakkal, amelyeket itt Kárpátalján látunk, és később én voltam a Cserkész Szövetségnek a hegyi szakág vezetője. Nagyon sokat túráztunk, sok túrát szerveztünk, aztán volt egy időszak, amikor egy kicsit úgy kiesett ez a túrázás, és most ebben az évben csatlakoztam a Kárpátaljai Hazajáró Egyesülethez, és újra előjöttek ezek az élmények, ezek a túrázási élmények, a közösség, a beszélgetések, a gyönyörű szép táj, és számomra ez nagyon fontos, nagyon örülök neki, illetve most lehetőségünk volt eljönni ide Erdélybe, a Székelykőre, egy fantasztikus, csodálatos túra, nagyon gyönyörű kilátás, úgyhogy, és a közösség is nagyon jó, mindenkit arra buzdítok, hogy aki teheti, az csatlakozzon. A napzárásaként a kárpátaljaiak ellátogattak a tordai sóbányába is. A közelmúltban a világ 25 leghihetetlenebb látványossága közé választott helyszín elvarázsolta a túrázókat. A föld alá érve egy igazi csodás világ tárult a szemük elé. A hatalmas Rudolf tárna fenekéhez 172 lépcső vezet le, majd néhány lépcsőfokkal lejjebb már elérik a Mária Terézia tárnát. Itt a bátrabbak csónakba ülve fedezték fel a helyenként 6 méter mélységet is elérő tavat, ahol a teljes bánya területén a legtisztább a levegő. Kezdetben nehezen megy az evezés, de néhány perc alatt elsajátítják a technikát. Csodálatos, akkora terek vannak, hogy el se tudtam képzelni. Fényképeket már láttam róla az interneten, meg a családból a lányom már volt itt és mesélt róla, de hát elmondani, vagy fényképen látni, vagy pedig megtapasztalni, ez csodálatos. És tényleg ez a mélység, ahogy fentről lenéztünk, meg maga ez a levegő olyan jó, egészséges, és még a csónakázást is kipróbáltuk, és hát szerintem ez egy csodálatos élmény. Ez a mai napnak a koronája. Úgyhogy nagyon örülök, hogy itt lehetek, és csak ajánlani tudom mindenkinek, hogy ha erre járnak, okvetlenül látogassanak el a tordai sóbányába. A vidék lenyűgözte a kárpátaljai túrázókat, a festői Toruckó pedig azonnal befogadta őket. A teljesen idegen turista is könnyen otthon érzi magát a faluban, amihez állatbarátoknak még inkább hozzájárul az a tény, hogy van néhány kutyus, akik szívesen társulnak idegen vezetőnek, vagy épp hátasdobnak egy simogatásért. A Kárpátaljai Hazajáró Egylet a Székelykő meghódításával 2019-es megalakulása óta a 73. túráját teljesítette. Fontos számukra, hogy minden taktársukra odafigyeljenek, ezért a kárpátaljai túrák mellett egyre több külföldi utat is szerveznek annak érdekében, hogy jelenleg a háborús körülmények miatt más országban tartózkodó társaiknak is legyen lehetőségük a közös élményekre.